Rengeteg fa és cserje kap helyet hamarosan a városban. A lombkoronás Székesfehérvár faültetési pályázatra augusztus végén lehetett jelentkezni. A pályázatokat elbírálták, és hamarosan elkezdődik a növények kiosztása. A növények átvételéhez az időpontokat már le lehet foglalni. Az osztás december 5-e és 7-e között lesz. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal hirdették meg a lombkoronás Székesfehérvár pályázatot. Célja, hogy a lakosság is részt vehessen a város fásításában. Szép számmal jöttek jelentkezések, közel 300 jelentkező adta be pályázatát, ebből pedig egészen pontosan 154 esetben tudtunk sikeres pályázatot lezárni. Az átvételhez szükséges a személyigazolvány és a lakcímkártya. Egy fa körülbelül 25 kg és 2-2,5 méter magas. Érdemes olyan járművel érkezni, ami alkalmas ezek elszállítására. Minden esetben egy helyszín megjelölést vártunk a pályázótól, és ezeket egyedileg bíráltuk el, mert ugye a közműtávolságok miatt nagyon fontos volt, hogy minden helyszínt egyedileg tudjunk elbírálni, tehát ebből következik, hogy a fafajták is helyszínenként változóak, többek között kislevelű hársot, magas kőrist, díszcseresznyét vagy platánfát kapnak a pályázók, illetve ahol nagyon szűkösek voltak a közművek tekintetében az adottságok, ott pedig cserjét ajánlottunk fel. A szakszerű ültetéshez minden pályázó szakmai útmutatót kap a növénnyel együtt. Az átvett fa ültetéséről majd egy fotót is fel kell tölteniük a pályázóknak. Az ültetés pontos helyszíne az osztás napjáig jelölő festékkel feltüntetésre kerül a pályázatban jóváhagyott helyszínen, amit a városgondnokság dolgozói festenek fel.